A nagycsaládosok autóvásárlását támogató programot nagyságrendileg egy évvel ezelőtt mutatta be a magyar kormány, amely néhány hónappal később, július 1-től lépett hivatalosan is életbe. Az állam 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít. 5 millió forintnál olcsóbb jármű esetében pedig az összeg felét térítik meg. A programra azok a családok jogosultak, ahol legalább 3 családi pótlikra jogosult gyerek van, de már az anya várandóságának 12. hetében lévő 3. gyermek is beszámítható. A támogatás a 2022-es évvégéig vehető igénybe, az utóbbi hónapok adatai pedig azt mutatják, a vártnál is nagyobb mértékben forgalmazták a listán szereplő 7 személyes autókat. A kereslet mértékét, illetve azt a felfokozottságot az mutatja talán a legjobban, hogy a kormány úgy számolt, hogy a nagycsaládos programban körülbelül 18 ezer család fog 3 éven belül új 7-üléses gépjárművet vásárolni. Körülbelül Magyarországon 150 ezer család az, aki jogosult lenne ilyen autó vásárlására, tehát gyakorlatilag úgy gondolták, hogy 3 év alatt körülbelül a 10%-a fogja lecserélni ezeknek a családoknak az autóját. Ehhez képest azt tudjuk már nyugodtan kijelenteni, hogy alig fél év telt el ennek a programnak az indulása óta, és 25 ezer család igényelte már azt a lehetőséget, hogy egyáltalán ilyen autót vásároljon. Az igénylés feltétele továbbá, hogy a szülők egyikének legyen B-típusú jogosítványa, az igénylőnek ne legyen köztartozása, és Magyarországon bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen. Az adminisztráció időtartama változó lehet, azonban amennyiben a vásárlónak nincs különleges, az autóval kapcsolatos kérése és az adott jármű hozzáférhető a szalonban, alig néhány hét alatt a család rendelkezésére bocsátják azt. A Magyar Államkincstárnál az igénylés és a bejelentés az viszonylag hamar megtörténik. Ennek az igénylőlapnak, illetve ennek az elfogadott határozatnak a készhezvételével már lehet jönni autót rendelni. Aki egy olyan autót rendel meg, amely nagyon gyorsan érhető, magyarul raktáron van, vagy Magyarország felé érkező készletből vásárol, akkor az azt lehet mondani, hogy a szalonokba beérkezés után nagyságrendileg egy hónap múlva már az autókhoz juthat, hiszen általában be kell várni azt a támogatási összeget, amellyel az autót ki tudja fizetni. Széles Tamás hozzátette, különösen nagy népszerűségnek örvendenek az igénylők körében azok a modellek, amelyek alacsony fogyasztással bírnak, valamint egyszerre használhatóak személy- és haszonjárműként is. Fontos információ továbbá, hogy a támogatással megvásárolt autók 3 évig nem adhatók el, és legalább ennyi ideig rajtuk kell legyen a kereskedések által felragasztandó családbarát Magyarország matrica is.